Megújulva régi hittel. Ezzel a mondattal kezdte sajtótájékoztatóját a kórus karmestere Szabó Dénes. Az elmúlt időszak megviselte a kórust, hiszen voltak, akik átestek a víruson, de a próbák, fellépések is elmaradtak. Újult erővel fogtak hát a részben online, részben élő fesztivál és mesterkurzus szervezésébe, aminek bevételét a megyei kórház javára ajánlják fel. Ez egy online jótékonysági koncertsorozat, teljesen új kezdeményezés, azt gondolom. Nem tudjuk még, hogy milyen lesz az adományozás és az adakozási kedv. A befolyó összegből olyan eszközt szeretnénk vásárolni, ami a napi terápiás tevékenységünket segíti és támogatja. Felmerült bennünk az, hogy esetleg EKG-t, 24 órás EKG-t, Holter monitort vásárolunk, ugye ezekre napi szinten van szükségünk, a befolyó összeg fogja meghatározni azt, hogy mire fogjuk költeni a pénzt. Szabó Dénes karmester sajnos a járvány alatt, ahogy fogalmazott, a kórházi ellátást is kipróbálta. Ekkor fogalmazódott meg benne az, hogy valahogy segíteni szeretne a kórháznak. A programok megtekintése az online és az élő előadások esetében is támogatói jegyek megváltásával tehető meg. Június 20-án egy online koncerttel kezdődik az a rendezvény sorozatunk, amely július 10-éig lesz elérhető a kantemusfesztivál.org.hu honlapon keresztül. Ez a bizonyos nyitó koncert a nemzetközi összefogással különböző, a világ különböző tájairól érkező kórusoknak a videó felvételeiből összeállított hangverseny lesz. És ezzel veszi kezdetét ugye ez az online fesztivál, amelynek a bevételét teljes egészében a József András Kórház megsegítésére fogunk fordítani. A produkciók mellett online mesterkurzussal is várják az érdeklődőket, akik magyar és nemzetközi kiválóságoktól hallhatnak előadásokat. A kurzus videókban a kicsiktől a felnőttekig mindenkire gondoltak. Az online előadás, az élő koncert és a mesterkurzus is a kantemusfesztivál.org.hu oldalon lesz elérhető. Itt válthatóak majd jegyek is.